Budapesten rendezték meg a Szuperliga döntőt, amelyen versenyszámonként az előversenyeken legjobban szereplő 8 atléta indulhatott. A nyíregyháziak közül 6-an állhattak fel a dobogóra, Bakosi Péter magasugrásban, Tasi T. Dávid 400 méteren második lett, Zajász Petra hármasugrásban a harmadik helyen végzett. 3 érem a dobók nyakába került. Kápár János harmadik lett, nagyon jól dobott, hiszen 358 méter felé esett le a diszkosz. Azt vártam, hogy végre már áttör azt a 60 métert, amit évek óta már 2 éve ostromlunk, de most sem sikerült. Robi nem olyan jó napot fogott ki, egy kicsit haloványabb volt, hiszen kővágattól most kikapott, de hát ugye ebben az évben a 2 fontos versenyen ő volt a jobb. A lányom, Kerkes Dóra, a diszkoszvetésben ugye győzött, de mondjuk ez a papírforma volt, hiszen Márton Anita távolétében neki ez kötelező győzelem volt. Szikszai Róbert a Szuperliga előtti versenyén Norvégiában erős mezőnyben épp hogy csak lecsúszott a dobogóról, Budapesten viszont a második helyet szerezte meg 60 méter 74 cm-es dobással. Az eredmény elégedett vagyok, a második hely szerintem az nagyon jó volt. Fáradtan érkeztem, ugye 3 nappal az 5 versenyeztem után Norvégiában, még az utazásban nem volt, de ez a 60 méter 74, úgy gondolom, hogy ilyen állapotban jó eredmény. Jó állapotban vagyok, úgy gondolom, hogy még idén biztos, hogy jót fogok dobni, ilyenkor kicsit már visszavettünk az edzésekkel, napi egy edzéssel készülök, inkább már pihenek, és megpróbálom élvezni a versenyeket. Szikszai mögött klubtársa Káplár János végzett a harmadik helyen 58-84-es eredménnyel. A melegítésre dobtam 60 felett, 60-as vonalra, nem tudom pontosan hova esett. Aztán bíztam benne, hogy talán versenyen is ki fog jönni ez az eredmény. Sokszor volt már ez, amikor ugye melegítésre dobom át a 60-61-et, aztán ugye versenyre nem jön ki. Nem tudom, próbálunk ki technikailag ráállni, azt akkor hát, ha a következő versenyen ki fog majd jönni az eredmény. A súlylökő Kerekes László mindössze 14 cm-re maradt le a dobogóról. Nagyon nem vagyok elégedett. Az idei évem sajnos nem sikerült úgy, ahogy terveztem. A fizikális erőm megvan, viszont a mozgásom nagyon elment. Igazság szerint ez a 14 cm is csak azért 14 cm, mert a dobogós sérült volt, vagyis a harmadik helyezett. Én se tudtam azért a legjobbat nyújtani, fáradt voltam. Hát legközelebb remélem jobban sikerül majd. A nyíregyházi dobók a jövő hétvégén esedékes csapatbajnoki döntőben versenyeznek legközelebb, ahol a Debrecennel közös vegyes csapat éremért száll majd harcba.